Jó napot, kedves nézőközönség! Én Matvar vagyok, és ez itt a Space Island Storm következő része. És mivel elméletileg ez a rész fog fölmenni 24-én, mindenkinek boldog karácsonyt, Hanukát és... Szaturnália végét. Ma megmondom őszintén, egy Európa Universalis részt akartam fölvenni, de valamiért szarakodnak a save game-eim, úgyhogy ez lett. Na de! Megint elfelejtettem az inventory-t. Ezt egy pillanat, és orvosoljuk. Oké, ezzel meg is volnánk, mert sem valamitől kapok egy totál random frame dropot néha-néha, aztán most elmúlt, mert újraindítottam a játékot, de lehetséges, hogy vissza fog térni. Na de! Hansnak elvettük a másik géppisztolyát, mert azért egy kicsit mégiscsak túlzás volt, viszont odaadtuk neki ezt a sorozópisztolyt, és kapott pár gránátot. Tökinek visszaadtuk a géppisztolyát, amit újra is töltünk, meghagytuk a pisztolyát és adtunk pár gránátot. Axelnek adtunk egy gránátot, valamint kidobtuk a géppuskáját, mert ehhez nem kaptunk lőszert. Úgyhogy odaadtunk neki Reggie régi géppuskáját. Garinak adtunk pár gránátot. Eaglenek adtunk egy gránátot. És Reggie-nek adtunk pár tárat, meg egy gránátot. Ami azt jelenti, legyen még egy gránát. Úgy, gyönyörű. Ez nem gíz, azt hiszem ennyi tár bőven elég lesz. Ami azt jelenti, hogy ezeket ki is dobjuk. Három tár bőven elég lesz egy teljes küldetésre. Ezek itt csak foglalják a helyet fölöslegesen. Ez egy pisztolytár, az nem is tudom, hogy került ide, meg egy kés. Oké. És berakunk helyette még egy rakétát a páncersekhez. 5 rakéta elég lesz. 4 az inventoriba, 1 a csőbe. Sajnos ebből a nagy gránátokból még nem kaptunk többet, de majd valamikor fogunk remélhetőleg. Oké. Ja igen, és Axelnél hagytam ezt a gránátot, mert ezt tudja aknaként használni ajtókon. Na de! Lépjünk ki az ajtón, és induljunk küldetésre. El tudunk menni Hannoverbe, a német laborba. Menjünk a német laborba. És figyeljünk, hogy ne spawnoljon elénk egy random encounter. Németországban milyen random encountert kapnék már? Majd valamiket ki kéne próbálnom, lehet, hogy valami rajtaütés, vagy valami hasonló, ami egy kis érdekes is. Na, mi ez? Ja igen, ez a jól védett laborunk, ami... Mi is van vele? Ja igen, ami lehetséges, hogy megadja nekünk a lehetőséget a győzelemre. És remekül dolgoznak. Kutatóink, stb. Oké, nem ír arról, hogy kitámadná meg pontosan, de... feltérezem a stalkerek. Hoppá! Már majdnem reflexből nem vettem fel a töltőképernyőt. No. Az kell nekünk. Nem érdekel, hogy mi robban föl, az ott kell nekünk. What the information do you have about the weapon used to kill a General Bauer? Többek közt azt, hogy ott van. Unfortunately, our efforts to date have been inconclusive. De ott van, és átmegy az acélon. Támadás? Vagy miért van itt exit gomb? Jep, támadás. Bocsi szemüveg, neked véged. Ahogy itt áruhában vannak. Here you are. Everything is in order. Fenébe a szemüveges benne van az összeesküvésben. Yeah, you may proceed. Köszönjük, Terminátor. Szóval 4 ember, 1 pisztolyjal, 4 gép pisztolyjal és 1 puskás. Szóval 5 ember. Szóval 6 ember. Investigation is ongoing. És fejből övik. Rajta is szemüveg van, lehet, hogy ő is benne van. És zövébe sincs üveg. You will open the door immediately, or you will be court-martialed. Okay, you may pass. But I will be checking with my commander. It's highly unusual. Ez nem is akarom tudni, milyen accentus volt. Van se tudod egy pisztolyjal? Mit csinál az a szerencsép? Nem akarom tudni, mi volt az utolsó ösztöne. Komolyan fel akarod venni ezt a fegyvert, itt vagyok a teljes csapatommal, a géppuskával a kézben. Aztán ezt egy gránáttal meg fogom oldani. Up. Oké. Okay. Hát igen, így néztek ki régen az in-game cutscene-ek. Na de!
Reggie! Kell nekünk az a fenébe, kell nekünk a fegyver. Azt a fickót pedig gondolom élve kéne elfognunk. Vagy azért kell nekünk, mert nála van a fegyver, ez sem kizárt. Szóval nem vághatom oda az egyik nagy gránátot a fenébe. Mondjuk lehet, hogy ránk omlana az egész plac úgy, ahogy van, de... ki tudja. Jó. Gary. Na, milyen gránátok vannak? Francba. Egy gránátot csak túlél. Ez egy repeszgránát, ugye? Nem, ez egy robbanógránát. Csak túléli. Medic! 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 Oké. Okay. Na, mit fejleszünk ki? Túlélés, persze, miért ne? Valaki más esetleg szintet lépett? Nem. Oké. Okay. Hanzalini végez ki azt a szerencsétlent ott. Sajnos Eagle-nek leraktam a kábító puskáját, mert nem volt hozzá lövedéke. Szóval... Gary, ki tudod végezni? Jöp! Yep. Átlőttél a betonon? Ezt azán tudod egy karabéllyal. This enemy is not worth my training! Ja, aztán átlőtt a betonon, oké. Okay. Axel. Egyet oda kérek. Professzoron keresztül a kell, simán. Nem ellenkeznék. Töké, fuss fel ide. Fenébe mindenki sétál. Oké, ezt most orvosoljuk. Mindenki fut. Na, töké. Egy sorozatot kérünk oda. Jó, erre nem mondok semmit. Szerencsére nem robbant volt semmi. Egyelőre. Ó, kapod egy interátot, remek. Akkor Eagle el kell kinyírnunk. Egy snapshot 49%-os. Próbáljuk meg. És egy utolsót kivégeztek, remek. Szóval már csak az a szerencsétlen maradt, akit pont Reggie van, aki hát annyira élve szokta elfogni az embereket. Reggie-vel megfordulunk és várunk hát, ha megtámadnak minket más irányból is. Szerencsétlen nem fog elég messzire menekülni. Akkor se, hogyha akar. Ott van egy szerencsétlen, aki azt hiszi, hogy nem láttuk meg. I will finish Voyak in blink of eye. Elkezdhetnél névelőket használni. Szép! Kicsit megerőszakolt a tökét. It is a deep wound. I will do best. Ó, oh, van még egy rohadt életben. Ezért számoltunk meg őket. Oké, okay, nincs választás, meg kell őket gránátoznunk. Hanza néni? A célpont tiszta. Na jó, nem annyira, de nagyjából tiszta. It's a bad time not to be religious. Hanza néni megsiketült? Ja, megsiketült. Tűz oda! Jó. Töki szintet lépett. Jó, tanuljál meg dobálózni, úgyis sokat gránátozunk manapság. Tökivel elkezdünk erre futni. Oldalba kapjuk az ellenséget, vagy elé megyünk. I would expect nothing less. Ebbe a szalba nem fognak bejönni, mert ott még nincsen, mert nincs nyitva egy ajtó sem. Ahogy ott robbantottak egy lyukat a falba, akkor ott lesznek remek. Reggie. Te fogsz itt maradni és fedezed azt a cuccot Eagle-lel. Francba, Reggie látta a rohadékot. Eagle. Egy lövést kérünk ott valamelyikre. Arról 75%. Oké. Okay. Betonon keresztül, szintén. Azért az hogy a lézerágyú nem ment át rajta, a mi lövésünk pedig igen. Na. Reggie-vel egy kicsit előbbre jöhetünk. Nem föl a korlátra mondjuk eddig. It will be easy. It is soldats first war. Oké, ezek vannak néhányan. Garival ide fedezékbe vonulunk. Nézzünk erre. Axel pedig eljövünk erre. Itt is van egy behatolási pont, gondolom van. Mik a feladataim? Szedjen fel a fegyvert és azt a papírt, ami ott van mellette, oké. Okay. Axel, elkezdünk erre hatolni.
Megállunk az ajtó előtt, mert az ellenségnek sok épibe kerül, hogyha ki akar nyitni úgyis. Garit, jó lesz vele, elbújunk. Még úgy, hogy egy ellenség Reggie-vel nem tudunk elbújni. Le tudsz adni egy lövést a páncerstrekkel? Nem, talán jobb is. Oké, a Doki az ő körén vérzik, lehet, hogy meg kéne mentenünk. Gary végül is karnyújtáson belül van. Onnan gépviszonyokkal esélyük se lesz. Az viszont egy géppuska? Nem, az ott egy géppuska, olyan van Reggie-nek is, ezzel vigyázni kell. Igülről őt lőjük ki először, azt hiszem. I will finish Voyak in blink of eye. Hanson néni kapott egy interruptot, de nem megyünk vele sokra. Gugaj. Ja, ezek totál esélytelenek. Soha nem fognak minket onnan eltalálni, kivéve talán a géppuskával, az veszélyes. Ez ott már egy kicsit közelebb van. Oké, égül. Ott az ipse. Kézen kéne lőnünk, mert az csökkenti az AP-jét. Siker. Reggie, pattanj! Egy halálpontos lövést kérek oda. Close enough. Hanza néni, vedd elő a pisztolyodat, aztán kezdj el rotálni a géppisztolyoddal. Ők kicsit nagyobb embertömeget képeznek, szóval könnyebben találjuk el őket. Hogyha nem is a célpontod, akkor azt, aki mellette áll. Na. Ki jött be ezen a lyukon? Ahogy elnézem, senki. Fenében nincsen a dakna. Akartam egy rakni egy aknát, hát azért valaki lejön rajta valamikor, de akkor tökivel elkezdünk lootolni. Tudom, kiraboljuk a saját létesítményünket. Oké, itt elbújunk. Axel. Mi a büdör? Ja, ott vagy, oké. Kezdj el jönni el. Feltörjük a zárat. Axel kedvenc tevékenysége következik. Zártörés. Be tudnám dobni egy gránáttal, de nem akarom erre pazarolni, mert az ellenség sem tud átjönni rajta, hogyha mi se. Oké, okay, Garit elküldjük Tökivel, mert ezek itt nem fognak bennünk nagy kárt tenni, szerintem. És megpróbáljuk őket megkerülni erről. Innen már tüzet tudunk rájuk nyitni, hogyha elkezdenek felénk jönni. Az egy mesterlövész. It is soldats first war. És Reggie-re céloz fenébe. Azt ott ki kell nyírnunk, azt meg az MG-st. Fogjuk ezt csinálni. Lehet, hogy vissza kell vonulnunk onnan. Nem akarom feladni ezt a pozíciót, mert jó helyen van, és nem akarom szem előtt éveszteni a fegyver, de lehet, hogy muszáj lesz. A dokit lőhetitek, amennyit akarjátok. Hogy tudok oda lehetőleg gyorsabban lejutni? Ott van egy lépcső csak. Francba. Szerintem Reggie-vel kezdetnek közéjükre találunk egyet mondjuk oda. És talán utána vonulunk vissza. A két nagy hatótávolságú rohadékot el akarom intézni. Spotted one! Oké, ezek sorra szúrják ki ugyanazokat az embereket. De még a Doki is csak egyszer tudták eltalálni, pedig ő csak ott áldogál egy helyben. Furcsa van egyébként, hogy nem menekül. Kicsit érdekesen működik az emmélye. Na, tűz Mr. Géppuskára. 25%, 10 lövedékkel egyik se talált legit. Na jó, Eagle. Kérünk egy fejlövést oda. Remélem, hogy átmegy rajta, de nem. Oké, okay, Hanza néni. Annyi vázink se volt, hogy eltaláljuk a másikat. Oké, okay, ez itt kinyílik? Ki? Töki, fuss el mondjuk eddig. Gary. Nem véletlenül mondtam, hogy fuss el eddig. Töki. Egy lövést kérünk oda. Sikertelen. Töki. Vajon mitől töredett be az ablak? Nem is tudjuk. Töki rejtve marad.
Oké, ezzel nem próbálkozunk tovább. Kell a tűzerő. Hozd a géppuskádat. Reggie játszik? Nem, ez a Doki volt, oké. Jó, hogy elnézem, ez a képen szarrá lődik egymást. Azt kettőt szerintem eléggé lesérítettük ahhoz, hogy ne tudjanak nagy szárt tenni bennünk. Nagyon kis esélyük van arra, hogy eltaláljanak minket. Mi valamivel jobban jártunk a karabélyainkkal, meg a gépágyukkal. Gépágyuk, géppuskákkal. Ajjaj, igen, géppuskák. Hogy elnézem, a mestervész csak céloz, tehát Reggie egyébként túlél, de hát kapott egy eléggé csúnya sorozatot a géppuskástól. I do not like the look of this enemy. Mit láttál meg egy páncerkányt? Nem, azok még nincsenek. Oké. Okay. Azt a hármas pakkodót szerintem eléggé rendesen el fogjuk találni, hogyha oda állunk. Ahova rohadt még egy mesterlövész. És ahogy elnézem, Reggie célozza. Vagy nagyon rosszul céloz Hansra. Ez is egy lehetőség. Na jó, most oda kéne belülnünk egyet a páncerfausztal. Ő a páncersrekkel, de... Oké, okay, ennyit a mesterlövészről. Már is kell odalülnünk a páncersrekkel, mert már nem hárman vannak, csak ketten. Hans! Ennyit a géppuskásról. Ő van még elérhető távolságon belül neked. Reggie, mit tegyünk véled? Tűz oda! Legalább megijedt. Eagle! Fejlővést kérnénk arra az ipsére. We cannot achieve perfection all the time. Ups. Hát Reggie kapott fedezéket. Erről inkább ne beszél. Erről ne tegyünk említési jelentésben. When you work hard, you get the better. Axel. Ja, Herr. I am young. I have much to learn. Oké, Axel majdnem megölte Reggie-t és lebontotta a fedezékét. Szép. Toki, végezd ki ezt itt. Humbled by my achievements. Oké, vedd el a pisztolyod és menj tovább, kerüld őket hátba. Ilyen tárgyról haszontalan vagy. Ó, fel kell törnünk az árat. Ez viszont gránát kell. Gary. 55%-ig találd el, kérlek. Oké, egy találatot bevittünk rá. I bleed like leaky sink. I am sure. Fenébe Reggie. Bad wound. Maradj életbe, ne oszd ki a lövedékeket. Holy shit. Hányha jól elugrunk még el. Annál a fickonál, hogy elnézem, puska van, vagy karabély. Nem, gépkarabély. Oké, de ő se találta a Reggie-t. Oké, ide kell hoznunk Garit, hogy megköse Reggie-t. Esetleg megpróbálkozhatunk Eagle-lel. Amíg Gary visszaér, természetesen. Szegény Doki lecsúszott a lépcsőn. Oké, Reggie, fuss ide a fedezékbe. Eagle, van nálad kötszer? Van, egy. Ezt kellett ne cseszd el, mondjuk 3 charge van rajta még. Eagle, Reggie. Oké, Gary kezdj el futni visszafele. Bújjál és úgy, mert rájössz most, hogy Eagle ott van. Töki, tölts újra. És el kell erre lőnünk egy gránátot. Oké. Az ajtón kívülről nem akarod odni, akkor elakadna az ajtóban, már mint abban ott. Oké, egy töki kapott egy repesz, de túlélte. Kötözd össze magad egy kicsit ebben a körben. Hans. Nem akarom Hansot otthagyni úgy, hogy egyedül van, de nincs sok választási lehetőségem. Ami azt illeti... Axel, tűz. Oké. Okay. És Hans. Ide.
Ide. This enemy is not worth my training. Dinamikus lépcső használat. Tovább. Úgy. Még egy lépés esett. Á, ott már ülne ránk az a fickó. Fordulj meg. Oké. Okay. Reggie, bújj el. Ich verstehe. Jó. I bleed like leaky sink. I am sure it is bad wound. Ugyan, nézd, ezek ide koncentrálnak. Tökével pont oldalba tudjuk őket kapni. Hogyha az ajtó nincs zárva. Hogyha igen, akkor rácsesztünk. Sőt, ami azt érzem, tökével kiugrunk ide, ledobunk egy grátot és utána futunk el. Remélem, hogy nem tároltak el túl sok action pointot. Az ajtó zárva van, szóval nem tudunk kijönni. Ez brilliáns. Jaj, minden zárva van, és nincs elég grátunk, hogy mindent felrobbantsunk, akkor ez itt fölösleges volt. De azokban a szekrényekben lesz valami a mikótól. Jogi, kibírod. Na. Ez a grát menjen oda. Oké. Okay. Egyet megöltünk, mert megjelent egy fegyver a földön. Még egyet ide. Oké. Okay. És most kezdünk el futni. Fegyvert elő. Axel, tűz, nem tudsz lőni. Reggie, jó vagy ott, ahol vagy. Gary, megjöttél. Kezd el kötözni Reggie-t. Eagle, neked pont elég volt ennyi. Humpty the Dumpty was not wounded this bad. I am sorry. Nem akarom tudni, hogy jössz ki. Lőj egyet oda. Ez nem is tudom, hogy hova ment. Axel, tölts újra. Hans, tölts újra. És bújj el. Következő körben ráfordulunk arra ott. Reggie van, ahol van. Axel van, ahol van. Ja, Herr. Axel, elkezdünk tüzelni arra. Az ellenség ne felejts el, hogy itt vagyunk. Ne próbálkozzon semmi túlmerésszel. I do not think I can treat this wound. Ezért vigyázz rád, Gary a világ legjobb orvosa. Ugyan nézzünk, csak egyet öltünk meg. Ők persze ki tudják nyitni azt a rohadt ajtót. Tökivel elkapjuk őket a lépcsőn. Itt fognak feljönni. There's a challenge. Ja, tökivel a lépcsőn kap... Töki van, ad még granát? Francban nincs. Axel? Most azonnal kezdj el futni erre. Tökivel visszavonulót fújunk egészen eddig. Yes, Captain. Itt állítunk egy csapdát. Folyosó végén. Leadunk egy sorozatot arra az ipsére ott. Sikertelenül kinyitottuk előtt az ajtót. Aztán futunk tovább. Francba interrupt. Oké, okay. Sikertelen sorozat. Úgy. Gary, maradsz ott, Eagle. Egy lövés kérünk arra az ipsére ott. Szokásos halálhelyen. Megint nem sikerült. De szépen átbontottad megint egy karabéllyal a betont. Nem tudom, hogy ezt hogy csinálják az embereim. Na mindegy. Hans. Oké. Okay. Ki van ott a sorokban? Miért így innen sem látjuk? Ez komoly? Mi a... What the fuck? Itt bagos látómező. Jó, előről a küldetést, és ezt vennem kell az elejétől, mert az eleje eléggé húzós. Mármint eléggé... Tehát nem tudom rekreálni a szituációt, akkor így fogalmazok. Remek, kezdjük előről. Most remélhetőleg több szerencsével és több látással. Oké, okay, azon bölcs döntésre jutottam, hogy az intrótól megkímélek titeket. Na de itt vagyunk. Hans, gránátokat. Nézz arra. Take cover! There are more!
Na ne bassz. Egy gránátot ide. Headshot. Egy gránátot ide. It's a deep wound. I will do best. Ajha. Oké, okay, túlélés, igen, ezt vettük legutóbb is. Na most egy gránátot ide. I have a mild wound. Ugye most szopac játék. Oké, okay, töki. Yes, Captain. Megint elfogyatom, hogy sétál. Egy gránátot. Ide. Perseverance is key to success. Még jó, hogy mentettem az intro után. No, most próbáljuk meg nem fölrobbantani egymást. Hanza gránát. Gránát Hanza, mutatkozzatok be egymásnak. Egyet kérünk oda. Sikerült! I have disabled them. Remek. Na, az épp csak kritikusan megsérült, a 10 viszont csak enyhén. Oké, egyet a 10-hez dobunk. Ez is már nagyon kritikusan megsérült, feltételezem. Oké, okay. Hanza, guggolj! Tűz oda! Még mielőtt elfejteném, mindenki fut. Na. Eagle. Először is töki. Téged el is küldünk rögtön vissza. Gyerünk arra. Yes, Captain. Eagle. Egy fejlővés kérnénk arra az üssére. Megvan. This enemy is not worth my training. Ha te mondod, Hans, ha te mondod. Gori. Gyere fel ide. Valószínűleg itt lesz rá szükség, szóval itt maradsz. Dobj le egy fenével, nem tudom addig dobni ezt a nyeles gránátot. Akkor előveszünk egy kisebb repeszgránátot. Ez repeszgránát, ugye? Igen, repeszgránát. Your heart is in good place. Ha te mondod. Oké, okay, egyet előre... Hey, nem, egyet előre lép. És bedobjuk a két szerencsétlen közé. Oda. Mekkora te pizza hulla? The fuck? Szerencsére úgy tűnik, hogy az akta és a fegyver granátállóak. Oké, okay, ezekkel végeztünk. Axel. Te. Elbújsz és jössz erre tökivel. Reggie. Lépj előre. És maradj. Elindítjuk a harcot. Hans. Te elbújsz, fölkelsz. Újra töltesz és lemész begyűjteni a fegyvert meg a fájt. Nem akarok vele többet szarakodni a kelleténél. Gari, maradsz, újra töltesz. Eagle, újra tölt. Aztán bújj el. Tucky. Szintet lépünk. Oké, okay. Ez jó. Fuss! Na, túl sokáig futottam, mindegy. Hups, ott egy ellenség. Oké, okay, töki guggolj! Nézzel arra. Egy kicsit... mász előbbre, úgy. Axel! Előre. És guggol. Reggie, jó helyen van Eagle, jó helyen van Gary. Fogjuk rá, hogy jó helyen van. Oké. Okay. Ami azt jelenti, Garinak odaadjuk a pisztolyát, és megfordulunk vele fedezni ezt a részt, hogyha esetleg erről igen támadnának. És jönnek az ellenségek. Dögivel. Na most tetszik, hogy ezt az öt szerencsétlen beküldték egyedül, és utána indították meg a rohamot. Tehát gondoltak volna, hogy ezeket az őrség lemészárolja, vagy éppenséggel én. Na, Gari. Aztán eddig el tudsz jönni. Igen. Helyes.
Köszönöm, hogy egyetértesz. Ott maradsz. Eagle. Tűz. You must try harder to please the fatherland. Jó. Te elég is kikeményebben az apaföldöd. Mi ez? Helmut Koch írta alá. Feltételezem, akkor árulónk van. Hansa, kifutunk ide, becsukjuk az ajtót, nem fog rá számítani az ellenség, hogy itt vagyunk. Az a hulla pedig értekelt. Az is ott! Legalább most senki nem keféri a földet, mint a legutóbb. Reggie jó lesz ott. Töki. Axel, oda tudsz lőni? A karabély oddal mondjuk. Töki, kicsit oldal az odébb. Akkor még nem látod, fenébe. Mindegy, majd Axel látni fogja. Remélem. Nem, Axel nem látja az ellenséget. Hát ez remek. És nem is tud leadni egy lövést. Remek. Kövikör. Furcsa, hogy most nem rásoltak rögtön be ide, mint az előbb. De ahogy elnézem, a tervük hasonló. Őt itt csúnya meglepetés fog érni Hansa néni formájában, hogyha Eagle nem lövi korábban fejbe. Now I can serve the fatherland even better. Ó, az a klőnek a professzor. Megint ott marad az a rohacél. Nem igaz. There's a challenge. Axel nincs elég épít lőni. It will be easy. It is soldats first war. Hát ugye ennyire egy kupacba állnak, akkor valószínű. Ó, Reggie kapott interruptot. Hát ezt meg fogjátok bánni. Elő a páncersekket. Meg tudod őket lőni innen? Nem. Oké. Ott van a géppuskás fazon, vele elbánnak tökélyék közelről. Tűz oda! Hát már tudják, hogy itt vagyunk. Majd a következő körbe elbánnak veletok jég. Oké, mégse, nem arra megy. Hát eléggé szerencsétlenül helyezkedtek el ezek. Reggie egy találatot kap, triple kill. RPG-vel vagy ott van lenni a plancesekkel? Oda! Elég közel volt az. Axel? Lőjünk bele együtt úgy a tömegbe. Akkor a falba, az is jó. Töki. Betörtünk pár ablakot. Hans, te... Van az gránát? Ezt tudod használni? Nem tudod használni, fenébe. Oké, elő egy gránátot. This enemy is not the worth of my training. És mondjuk oda. I have a mild wound. Na jó, még egyet. Oh yeah! Goodbye. Itt az idő, hogy azt mondjuk, hogy Eagle. Egy lövés kérünk a tömegbe. Szép két embert is eltaláltunk. Gary. Maradj, ahol vagy. Hogyha biztosan vagyunk benne, hogy az ellenségből nincs több, és hogy nem másfele megy, akkor majd visszahozzuk Garyt és behozzuk őt is a harcba. Az egyik géppuskás fazont kivégeztük, sajnos nem az MG-set. De van három halott ellenségünk. Minket pedig még el se találtak. És most odaadja az MG Regit. Ahogy elnézve, ezek Hans próbálja megtámadni, és interruptra számítanak. Nem fogja megkapni. Mert ott most ülünk és nem csinálunk semmit Hanszal. Oké, Reggie-vel le fogunk adni ide egy sorozatot. Megvan a mesterlövészünk. Mesterlövész nem találta el Reggie-t. Annyira azért nem mesterlövész. Eagle. Ennyit a mesterlövészről. Medic!
Tudtam, hogy nem kell a nagy damage-i puska. Reggie célozza a középsőre. Hát már nincs fedezékük. Nekünk meg laborunk. Axel. Na jó, ez hány betonfalon ment át? Azt a rohadt. Megláttuk őket, az biztos, de... Szép! Tökélet tudsz jönni onnan? Nem. Oké, ez esetben maradj ott. Nevesztegesd az épített tartogasd egy interruptra. Hans, ami azt illeti, bújj el. Gary. Hogyha majd itt elkezdjük észrevenni, kinyílnak az ajtók, akkor majd visszahozunk ide, addig is. Gyere és légy hasznos. Kell még egy lövés szígül mellé. Igen. Mondjuk egy lövést beleresztünk ott a leghátsóba. I cannot believe it! Baszki, én se! 4%-kal telibe lőtte ezt szipsét. És én be is rossz a nemzeti szocialista pártba, ahogy elnézem a kezét. Örülsen, hogy valami nagyon posztmodern táncnak néz ki. Oké, még 3-6 ellenséget számlálok. I'm always ready for more. Szerintem körülbelül ennyien lehetnek, amennyit ott már kinyírtunk. Oké, az ablakokat az ellenség is pusztítja. Reggie-t eltalálták, de leszarja. Mert ő Reggie. És ahogy elnézem, ezek továbbra sem akarják megtámadni Hansa nénit. Aki van még egy karabélyosunk, aki nem csinál semmi értelmeset. Hol van a géppuskás? Nem látom, talán neki van a hátán ott géppuska? Az ott inkább néz ki karabélynak. Nem, az egy MP40-es, akkor... 40-es? Aztán 40-es. A géppisztoly, mindegy. Oké, egy lövés kérjünk oda. Nem jött össze. Nem mehet át minden golyó egy betonfalon. Reggie. Adj le egy sorozatot ott mondjuk arra ott. Hogyha már elbontod a betonfalat, ami nem mentek át a lézerágyú lövedékei. Gary. Lövést oda. Még egyet. Még egyet. Még egyet. Oké, Gary szintet lépett. Nem lépett szintet, de rohadt módon eltalált valakit. Eagle. Kérünk egy lövést erre, ennek az ipsinek a fejére. Oké. Hans. Nem vették észre Hansot. Oké, gránátot oda. Triple kill! És is rúzózott kérünk arra az ipsére, oké? Okay. És meg vissza is tud futni a fedezékébe. Szép. Két ellenség maradt, ha a számításaink helyesek. Az egyik nem meri elővenni a fegyverét, a másik pedig... megölt a Reggie mellett az ablakot. Oké. Okay. Eagle végez ki ezt a szerencsétlent. Hit target! Hans. Oké, látjuk az ellenséget. Gary. Maybe I should shoot myself. Hát az után Gary így eltalált. Mit adjunk Reggie-nek? Rá, mester, tökéletes. Adj le oda a sorozatot. Is why I do not give up. Oké, okay, elfogyott az ellenség. Hogy ez tud zöldre vált, akkor minden ellenség halott egyébként. Oké, okay, mindenkivel újra töltünk. Ez meglepően könnyű volt, így harmadszorra, vagy hányadszor játszottam. Na de most, lootoljunk. Ez egy távcsás puska kell. Egy MG34-es nem árt.
back will not support all this. Jól van, jól van. Tudom, hogy 90. életévedre már kicsit gyenge a hátad, de haza szólít. Hozzunk ide mindenkit a lootolási zónába először is. Megpróbálunk összeszedni annyi fegyvert, amennyit csak tudunk. Úgy. Ti futhattok. Ja, Herr. Töki, menj oda. Axel, szedd fel azt a géppuskát. Géppuskát. Reggie, te szedd meg magad itt. It's choke. It feel like I carry rocks. Jó, akkor szedd össze a pisztolyaikat. Meg a tárakat mondjuk. Gyerünk. It's choke. It feel like I carry rocks. My lord, Uward Burden Ox. Ezek azt hiszem gránátok, hogy talán fegyverek? My lord, Uward Burden Ox. Várjunk az a tigránát. Nagyon is egy gránát, töki, ezt fel kell szedned. Újra rendezzük az inventoridat. Tökéletes. Oké, ez egy fölénk pár géppisztoly magazint, persze. Géppisztolytárat. Hans, neked tele van az inventory-d, mi? Vedd zengét a kezedbe, akkor több hely lesz. Kapj fel egy olyat. Axel, kapj fel azt a karabélyt. Despite my military physique, I am not as strong as I appear. Gary, vegyél a kezedbe egy pisztoly, helyett egy géppisztolyt, gépharabélyt, nem tudom. Egy ilyet, az a lényeg. Meg még egyet. Pár tárat. Na, van-e valami, amit még itt érdemes felszedni? Géppuska lőszer, sosem árt. MG-34-es lőszer, sosem árt. Nem tudjuk, hogy mennyit kapunk a földi szálláson. Lőszer, meg fegyverek. Meg gránátok. Oké. Ez egy meglepően sikeres küldetés volt. De rögtön első próbálkozása, persze. Mindent felszedtünk innen. A dokit is életbe tartottuk, szóval remek. Eagle kapott egy kitüntetést. Hans is kapott egyet. Na. Mi ez? Ja, az ellenség próbálja elpusztítani az... a bizonyítékokat arra, hogy léteznek konkrétan, meg hogy van fegyverük. Továbbra is vizsgáljuk a fegyvert, már adhatnátok nekem egyet valamikor, hogyha úgyis tudtok fellőni. És hamarosan több... Mi? Még jobb... egy mélyebb analízis fognak adni az analízistről? Oké, sosem értettem ezeket a gépszerzőket. Köszönjük, Strauss doktor! Oké, menjünk haza! Ez egy meglepően rövid küldetés volt, szóval lehetséges, hogy lesz még egyre idő. Amennyiben viszont nem lenne, ez volt már a Matobarna, ez volt már a Let's Play Silent Storm, és találkozunk a legközelebb. Addig is boldog karácsonyt, Hanukát és Szaturnália végét, és a viszontlátásra!